niggas and shit. Give this red zone bullshit to fucking Black Watch. Shit. You want to leave a patrol mission up to those fucking baby killers? They just as soon blow this city to kingdom come. Yeah, yeah, I heard that, man. Caution, caution. Sziasztok, PC Gurulák nézőink! Bittel ülök most itt, és a Prototype második részéről fogunk most beszélgetni, amelyben egy teljesen új főhőst kaptunk, mesélj nekünk róla. De az új főhősünk az egy katona, akinek elvileg a vírus okán elveszett a családja New Yorkban, ezért megérkezik a nagy almába a játék elején, és semmi más célja nincsen, csak az, hogy elkapja az előző résznek a főhősét, aki, hát reméljük ezzel senkiben nem lövünk le hatalmas nagy poént, de igazából a második résznek a fő gonosza lesz, tehát az első résznek a főhőse az a második részre átment gonosz karakterbe, és az új katonánkkal őt fogjuk majd üldözni a játék során, őt próbáljuk majd legyőzni. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ahogy az első részben sem, ugye a második részben sem a történet az, ami miatt az emberek le fognak ülni a Prototype 2 elé, mert összességében véve én úgy gondolom, hogy megint csak egy ilyen helyel közzel összerakott férc munkát kapunk, amiben borzasztó klisékkel fogunk találkozni, és meglehetősen egysíkú, kétdimenziós karakterekkel. Az egyik probléma nekem a játékkal az az, hogy maga a főhős sem egy szimpatikus figura. Ugye egy folyamatosan káromkodó, értem én, hogy dühös ember, de valahogy az átvezető videókkal meg az alapsztorival nem nagyon sikerült közelebb hozni a játékhoz a főhőst, úgyhogy nem igazán szimpatizáltam vele, irányítottam, végigzúztam vele New Yorkon, de nem lett a legjobb címborán, és emiatt igazából annyira a történet sem kötött le. Valószínűleg őt szeretnék a készítők a harmadik rész főgonoszának beilleszteni majd. Szépen maradjanak a kitaposott ösvényen. Viszont teljesen megújult, úgy tűnik, hogy a grafikus motor és a látvány is sokat fejlődött. Igen, az első résznek az egyik legnagyobb hibája az volt, hogy borzasztóan egysíkú volt a játékmenet, és borzasztóan egysíkú volt maga a látványvilág is, tehát olyan volt, mintha egy hatalmas dobozvárosban tevékenykedtünk volna. Kétségtelen, hogy az új epizódban hatalmas javulás ment végbe az első részhez képest, viszont azt kell mondanom, hogy sajnos ennek ellenére sem nevezném azért olyan fantasztikusnak a játéknak a látványvilágát, el is mondom miért. Igaz ugyan, hogy kicsit részletesebbek lettek a textúrák, sokkal szebbek a fényhatások, és igazából magát a várost, azt sikerült élettel telivé tenni, tehát hogy amikor leereszkedünk az utcára, akkor látszik, hogy itt tényleg már 2 éve karanténban van ugye New York, se ki, se be, katonák vannak, meg az egyre inkább, egyre többet szenvedő lakosság, tehát hogy az utcafronton az ott nagyon rendben van, viszont amint fölmegyünk a magasba, illetve elkezdünk oda-vissza mászkálni a 3 nagyobb terület között, ami a játékban, tehát akkor azt fogjuk látni, hogy igazából ez még mindig egy hatalmas nagy dobozváros, ami ugyanazokból az épületekből épül fel, és főleg akkor látszik, hogy egy hatalmas nagy massza az egész, amikor fölmegyünk egy ilyen magas pontra, és igazából az, hogy New Yorkban játszódik ez a játék, ez csak abból derül ki, hogy folyamatosan azt mondják, hogy New Yorkban vagyunk, mert maga a környezet az egyáltalán nem hasonlít a nagy almára. Látszik, hogy volt egy hatalmas városuk, én komolyan mondom, szerintem az Activisionnek van egy ilyen hatalmas nagy városa, amit el tud lőni mondjuk egy pókemberes játékban, egy prototype-ban, meg minden, amit így mindig beraknak, és akkor az le van modellezve, néha ráhoznak egy új textúrán, kicsit néha megdolgozzák a grafikus motort, szebben süt a nap, jobbak a fényhatások, itt ott egy kicsit sikerül csiszolni. Én nem azt mondom, jól néz ki a játék alapvetően, amikor majd zúzunk tankkal, meg repkedünk a házak között, nem ezt fogjuk figyelni, de egy idő után azért ez a monotonitás, ami jellemző egyébként a látványvilágra, azért azt érzékelni fogja az ember. Tehát, hogy hiába megyünk át egyik kerületből a másikba, hatalmas változást nem fogunk tapasztalni. Copy that. Operation Flytrap is approved. Roger that, Redcraft. Játékmechanika terén történtek-e változások, új feature-ök esetleg? Ebből a szempontból szerencsére azért van némi változás. Itt sem találkozhatunk forradalommal, ezt el kell mondanom mindenkinek. Hogyha egy szóval kellene jellemeznem a játékot, akkor azt mondanám, hogy olyan, mint az első rész. Ugyanis ugyanazon a folyamaton megyünk keresztül, mint Alex Mercer az első részben, megkapjuk ezt a vírust, lesznek szuper képességeink, és gyakorlatilag a játék során ezeket a szuper képességeket fogjuk gyűjtögetni, és egyre brutálisabbak leszünk. Ami újdonság a korábbi részekhez képest, hogy megjelent egy ilyen
radarösztön nevezetű funkció, ami azt teszi lehetővé, hogy a főhősünk egy vadásszá válik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy felmászunk egy magas pontra, megnyomjuk a megfelelő gombot, és akkor kibocsátunk egy ilyen szonár jellegű, hatalmas kör alakú jelzést, ami visszapattan arról az emberről, akit éppen keresünk. Igaz, hogy a játékban soha nem magyarázzák meg, hogy mi honnan tudjuk, hogy hol van az az ember, meg hogy ez a szonár mi alapján mondja meg, hogy hol vannak a többiek, de fogjuk a vírusra, ez ilyen nagyon ügyes vírus. Lényeg az, hogy fenn vagyunk a magasban, egy ilyen kör alakban elindítjuk a szonárt, ez visszapattan az emberről, akit keresünk, és nekünk el kell indulnunk abba az irányba, ahol látjuk, hogy a visszapattanó körnek a középpontja van, és hogyha elég közel jutunk, akkor előbb-utóbb észre fogjuk venni azt az embert, akit el kell kapnunk, mert ő ilyen pirosan fog világítani, és ez a képesség használható arra is, hogy amikor beszivárgunk különböző bázisokra, akkor látni fogjuk, hogy kik azok az emberek, akiket anélkül tudunk magunkba olvasztani, hogy a többiek észrevennének, akiket megtámadhatunk könnyedén, azok fehérrel lesznek, akiket pedig nem tudunk, mert valakinek a látóterében vannak, azok pirossal. Igazából hát ez nem egy olyan nagy feature, megkönnyíti azt, hogy bejussunk a különböző bázisokra anélkül, hogy újabb riasztást indítanánk el és újabb harcba bonyolódnánk, de az igazság, hogy egy idő után úgyis annyira erősek leszünk, hogy bárkit legyőzünk, tehát igazából egy idő után ennek a képességnek nem sok értelme van. Apropó erősek leszünk, milyen új képességeket kapunk, mennyire lehet csapatni New York városában? Igen, a játéknak ez az a része, ami ugyanolyan jó maradt igazából, mint az első részben. Ugye az első rész kicsit monoton volt, kicsit nem rakta oda a sztorit sem. Ugyanez igaz a második részre is, viszont amiért kvázi szerettük az első részt, az jelen van a második részben is, tehát a lényegében a főhősünk egy szuperhőssé válik, akinek egészen elképesztő képességei lesznek, ugye megint tudunk vitorlázni a város felett, tehát kvázi repülünk, és ahogy haladunk előre a játékon és gyűjtjük a tapasztalati pontokat, a szintlépésekkel újabb és újabb képességeket kapunk. Egyrészt lesznek alapképességeink, tehát váltogathatunk, hogy milyen támadásokat akarunk bevinni, lesz nagy pengénk, lesznek ilyen csápjaink, azaz, hogy indáink, amik így kicsapnak belőlünk, lesz ilyen kalapányszerű öklünk, tudunk majd lényeket idézni, tehát folyamatosan kapunk új képességeket a játék során, amik élvezetesebbé és egyre brutálisabbá teszik a rombolást, ismét lesznek olyan képességeink, amiket egyszer tudunk előni, hogyha feltöltjük magunkat energiával, és ezek ilyen hatalmas, nagy területre ható támadások, ezeket előni mindig igazán jó érzés és borzasztóan látványos. A játék egyik újdonsága az is, hogy megjelentek mindenféle sidequestek, miközben megyünk végig a fő történeten, és hogyha ezeket megoldjuk, illetve lemegyünk mindenféle ilyen föld alatti fészkekbe, illetve elkapunk tudós csoportokat, meg összegyűjtögetünk kazettákat, amik tele van velük szórva a város, ha ezeket összegyűjtjük, megcsináljuk a mellékületések, akkor folyamatosan tudunk magunknak mindenféle extra tulajdonságokat, passzív képességeket venni, amiktől gyorsabbak leszünk, erősebbek lesznek a támadásaink, visszatöltődik az életerünk. Tehát, hogy a fejlődési rendszer az nagyon jól meg van csinálva, és tényleg látványos, egyre brutálisabbak leszünk, amiatt, hogy tényleg ilyen sandbox játékban vagyunk, ahol lényegében oda megyünk, ahol akarunk, a sztori mellett felvehetünk egy csomó apró cseprő küldetést, amelyek ugyan egy kaptafára épülnek, be kell épülni valahova, valakit el kell kapni, valakit le kell vadászni, körülbelül ez a három az, amit váltogat a játék. Ennek ellenére élvezetes a játéknak azon része, amikor szabadjára engedjük a képességeinket és lecsapunk mindenkit. Jó, hát akkor zárjuk rövidre, összességében mit gondolsz így a Prototype 2-ről? Viszonylag átlagos játéknak gondolom a Prototype 2-t, ami annak köszönheti a sikerét úgymond, hogy mostanában nem nagyon találkozhatunk hasonló játékkal, ahol ekkora szabad tér találkozik ilyen pusztító erővel és ennyi képességgel. Sem a történet, sem a játékmenet nem teszi különlegessé a Prototype 2-t, sőt részben kicsit vissza is fejlődött az első részhez, mert például a boss harcok azok borzasztóan egyformák, és néha túlságosan könnyűek is, ugye azért az első részben ott néha elég rendesen meg kellett szenvedni, hogy leverjünk egy-egy bosst. Itt sajnos erről szó sincsen, viszont annak ellenére, hogy ez egy középszerű játék, tényleg idén még nem nagyon találkozhattunk hasonlóval. Aki szereti a sandbox játékmenetet, aki szeret elbohóckodni egy városban, foglalkozni az apró cseprő dolgokkal, vagy esetleg csak kiereszteni a gőzt, és tényleg szabadjára engedni ezeket a tényleg fantasztikus képességeket, azoknak szerintem jó lehet ez a játék. Összességében tényleg nem egy nagy durranás, de jó időben érkezett jó helyre, úgyhogy aki szereti az akciójátékokat és a Prototype 1-el is jól szórakozott, az nyugodtan tehet vele egy próbát.